A só jótékony hatásairól sokat lehet halani manapság, sokan gyógyulni járnak például a parajdi sóbányába. A gyergyóiaknak azonban nem kell odáig menniük, ha a só gyógyhatását szeretnék élvezni, hiszen tekerő patakon van egy sóház, ahol bárki végezhet sókúrát, személyenként csupán hat, gyerekek esetében négy leért. A nyugat-európai országokban igen népszerűek a sószobák, sóházak, az emberek felismerték a só jó hatásait. Tóth Pán László németországi utazásai során járt hasonló létesítményben, és eldöntötte, itthon is épít egy sóházat. A tekerői aranypatkó fogadó udvarán elkészült egy kis, 7 négyzetméteres ház, csupa természetes anyagokból, melyben közel 4 tonna sót helyeztek el. Kizárólagosan parajdról beszerzett sót használtunk, közel 4 tonna van 7 négyzetméterre fölhasználva, óriási tört só felületet képezez, és ettől fogva a hatása erősebb, mint a parajdi sóbányának, tekintetbe véve, hogy semmilyen szennyeződés nem tartalmaz, nincs semmilyen szennyeződés. A sóházban három gyógyászatban használatos infravörös lámpa is működik, és lazító zene szól a fűtött helyiségben. Így minden adott a pihenéshez, gyógyuláshoz. A sónak számtalan jótékony hatása van. Légúti megbetegedések esetén például nagyon hasznos, de bőrbetegségekre is jó, sőt stressz ellen is alkalmazható, hiszen a só negatív ionokat tartalmaz, ami jó hatással van az idegrendszerre, nyugtatja az idegeket. Elsősorban a légúti megbetegedések már aszmára, és a hétköznapi napjaink által elszenvedett stressz hatások oldására nagyon kedvező. Úgy gyerekeknek, mint felnőtteknek. Ez volt az elképzelés, amiért ezt a sóházat megépítettük. A sókamra levegőjének belélegzése megerősíti a tüdőt, feloldja a letapadt váladékot, csökkenti a légúti gyulladásokat. A szervezetünk természetes védekező képességét is erősíti, gyorsítja az öntisztulási folyamatainkat. A betegségek megelőzésére is igen alkalmas. Gyerekek és felnőttek is használhatják a sóházat. Egy hatékony kúra körülbelül 10 napig kell tartson. Naponta 50-60 percet kell a házikóban tölteni. 7-8 személy kényelmesen elfér egyszerre. A gyergyújak többsége még nem tudja, hogy létezik ilyesmi a környéken, még a tekerői szomszédok közül is sokan nem tudják, mire jó a kisház, pedig sok esetben jóval hasznosabb lehet egy sókúra, mint egy marék gyógyszer. A tulajdonosnak más tervei is vannak. Az 1889-ben épült ház feljavításán dolgoznak, hogy egy rustikus vendégházat alakítsanak ki ott.